Nos, akkor kezdjük a fizikumi része. Ugye két éve is itt volt már tárgyalatok, már magyarázottam ezt a fölött a fizikumi történetet. Én mondtam, hogy kétféle lehetőség, alapvető lehetőség van. Egyik, egy adott technikára csinálom a úgymond a fizikumit. Úgyhogy jobbra és balra is megcsinálom ugyanazt a technikát. A másik lehetőség, különböző technikákat összekötünk, ugye ezt állásosan így meg lehet csinálni, csak egyféle technikára fordítok, vagy különböző technikákat összekötünk. Igazán jó volt, illetve akkor lesz a történet, hogyha különböző technikákat fordítok össze. Ugye az elég ritkán az, hogy fordítok, hogy különböző technikát nem csak jól megpróbálom, város megpróbálom, és akkor egyszer sikerülni fog. Az viszont előfordulhat, hogy csinálom a technikát, ha valami ott nem tudom, nem tudtam rögzíteni tökéletesen, vagy a másik. Nagyon jó mindenképpen azt a technikát, és ha általánosan. Ez sokkal inkább előfordul a verseny közben, tehát ha valaki így össze tudja pakolni a technikákat, az verseny is eredményes lehet. Na most, amikor csináljuk, akkor az a lényeg. Én csinálom a technikákat úgy, ahogy tudom. A másik embernek viszont nem szabad teljes erővel vélekedni. És jelen esetben elképzelhető, hogy legyen akkor is a legit, hogyha teljes erővel vélekezik, de ugye azonos erősséggel nem feleknél, ez már lehet, hogy nem sikerül, akkor meg nem ért el a gyakorlat a lényeg. Tehát aki védekezik, az egy 30-40-50%-os ellenállást a műzik. Amikor éppen mondjuk ki kell fordulni, akkor nyugodtan ki lehet rendesen fordulni. A másik, ami fontos, hogy nem megbeszéljük. Tehát nem arról van szó, hogy fülébe sugom a levélet, hogy most akkor egyszerűen, és akkor így fordulják, mert nem lehet versenysenek kell a ellenfelektől is akkor jobban fordulja, balra fordulja. Hát az a lényeg, hogy valamilyen módon reagál, én pedig megpróbálom ismerni a helyzetet, és abból akármilyen más technikát csinál. No, nézzük valamit. Tehát én elkezdem. Elkoltam, hogy éppen megforgatom kartét. De nem tudtam teljesen rögzíteni, akkor kifordult. Már rázárom a kiklótát, és akkor megyek körbe, és még csinálok egy különbséget, hogy ebből megforgatom. Minden fogom, forgatom, próbálom rögzíteni. Így se sikerült teljesen, de már ahogy fordul, már bent van a karja, átlépem, minden tudom csinálni, hogy karfeszít. De nem jó, mert ebből is fordul, rájönök, egyek lábbal már forgatom, le tudom rögtön szorítani. Ebből megint jön fordul, de ahogy kifordul, már rögtön rá tudom pakolni a szandokat. Tehát végtelen lehetőség van, igazándiból, csak a saját fantáziátok szab határnak, hogy mennyi technikát ismertek. Az mondjuk biztos, hogy ismerni kell technikákat. Tehát aki a résítős leszorításnál leragad, nehéz összefűzni a dolgokat, de aki ismer többféle technikát, annak biztos, hogy nehéz. És ami még fontos, ugye ezt szoktam mondani, ennyire hasonló. Földhat. Jó, ha tudok szemből technikát, ugye ez előfordult bármikor versenyen is. Leesik az ember, szembe vagyok, fejtve, akkor jobb, hogyha nem elkezdem megkerülni, mert kb. 6-szor föláll. Tehát szemből ismerek valamit, az jó. Oldalról nyilvánvalóan egy fontos, hogy rögzítem is mondjuk, ha rajta fekszek, akkor nem tudok fölkelni. Tehát ugye rajta vagyok, oldalról. Rajta vagyok a hátán, innen is mindig ismerik technikát, én ismerik alulról is. Az, ami versenye legkevesebb, szer fordul elő, de azért előfordulhat, hogy itt vagyok alul, és ez a kategóriás zicser helyzet egy jó földharcosnak. Tehát ha mindenhonnan ismerek legalább egy jó technikát, akkor gyakorlatilag nem tud megmenekülni a másik ember. Na, most feladatok, nem ezt kell utánozni, mert mindenki saját magára. Próbálj meg kitalálni a dolgokat, amit meg tudjuk csinálni. Azt nem csodálom. Lépve! Egyik embernek lépvehet a másik ember. Oké? Tudom ezt jelenti, hogy fogjuk-e, az eteljes eszélyt látja el. Keressék már! Elég gyorsan, ha állod a fállod. Ha megvan a fáj, helyezd egyet. Ha lesz egy megapán előtte. Viki. Thank you.
Thank you.
élmény volt nézni, le is ragadtam. Érdeklődés fej. Egy másik lehetőség a rögzítésre.
Érthető, ugye? Meg tudja mindenki, csak gyakorolni. Hajrá! Kérdezd meg a párodat! És akkor egy párra elgyakorolni. Komolyan? Ide szépen benyúlok. Most egy nagyon okos dolog, ha a másiknak van egy kis esze, akkor fogja és rábszambakozik, épp már itt nem lesz a vizsgálat. Tehát ez így nem fog fejezni. Jön a 69. Tehát nem érdemes benyúlni oda, szemből, mert akkor ugye ráakasz, igaz, hogy ő van alul, de mivel ugye össze van ő is kulcsolva, ez ugyanaz, mintha lábamat kulcsoltam volna beleszorításnál, vagy derekamat, tehát nem érvényes a leszorítás. Fölösleges volt odáig erőködnöm, mert abban a pillanatban ki is jött belőle. No, nézzük a következő változatot. Sokféle lehetőség van védésre. Most amit mutatni fogok, azt én azért szeretem nagyon, mert én találtam ki. Azóta már láttam sok más embertől is, de előtte nem láttam, tehát magamtól jött, és azért jó, ha ilyeneket csináltak, amit az elején gyakoroltuk ezek a föltartó csikomit. Mert aki olyan típusú, az könnyen rá tud jönni helyzetek, hogy hoppa, itt ez a helyzet, azt hogy kéne megoldani, és akkor megoldom. Rá is, hogy jó volt, hogy is csináltam, még egyszer, és az teljesen a te technikát lesz. Amit mutatnak, az olyan, hogy hát más megmutatta, lehet, hogy jó lehet, nem? Amit viszont te találsz, az biztos, hogy a tiéd. És az álmodó fölkeltve, és bárkivel meg tudod csinálni, mert azt úgy érzed, hogy az a te technikát. No, tehát, ugye az eleje normál szangok. Tehát én próbálnám ezt megcsinálni, Levente rutinos játékos, és tudja, hogy életveszélyes vagyok a szangokba, és védeni akar. És jelen esetben ugye az a célja, hogy én ne tudjam ide berakni a múna alá a lábamat, következőt csinálj, egyrészt leszorítja a könyökét, másrészt egy kicsit ráfordul arra az oldalra. Innen, hát esélyem nincs, akármit csinálok, emelgethetem is, akkor sem fogom tudni oda berakni a lábam. Innen jön egy gyors mozdulat, az a lábam, ami eredetileg ment volna a hóna alá füle mellé, a másik térdem pedig bejön a hóna alá. Már érintem össze a térdemet és sarkam. Innen egy gyors mozdulattal elindulok előre, és már összehatosszom a lábam. És már egy felszorítás helyzetében vagyok, behúzom és fogom. Ukránok szokták ezt egyébként eredet. Előszeretettel alkalmazom, most már versenyen láttam, nem is egy ember. Tehát eleje ugyanaz, ő elfordul, innen egy váltás, füle mellé, a másik bejön a hóna alá, és innen csak előre elindulok, és menet közben, tehát ahogy megyek át, gördítem át az ember, mire megérkeztem, már rögzítve a lába, utána már csak el kell nyúlni a lábát. Jó, fordulunk egyet. Ebből az irányból is meg lehet sem találni. Tehát eredetben kezdem, innen bejött, füle mellé, másik térde, indulok és menet közben. Rá, így bennem. Egyszerű technika. Lehet jól alkalmazni. Na jöjjetek ki gyakorlás. No, akkor jöjjön a kombinációs lehetőség. Aki az elsőt megtanulta jól, rá meg tudta csinálni, mert egyszerű dolga van. Tehát kezdés ugyanaz, megfogom, megemelem, elnyomom a karjáért. Lábcsere, rögzít, egyik megoldás. Innen nyúlom be a karja alá, az jó, hogyha szabad kezemet elrakom ide, mert innen nyúlom, és szépen kiveszi a kezét, visszarakom. Ha a másik van, ez rögzítja. Tehát megyek alá, a másik kézben rámegy rögtön a csuklójára, mint ha akarnék csinálni. Garamit, akár meg is foghatod, az se baj, ha megfogod, úgy innen nem fogja kiszedni a kezét, ha fogom az ő csuklóját, meg a sajátomat. Ugye garami, mindenki ismeri, remélem. Ugyanaz a helyzet, amit előbb elmondtam, hogy elnyúlok szépen, próbálom ugye a csontot a keze felé irányítani, vagy az őkkel, vagy a ruhával.
általában a ruha azért egy stabilabb rögzítés van, és jó behúzni ezt, hogy ez ne legyen kellemes az embernek. Én nem fogom rögzítem. Előfordul, vagy iszonyatos erős, vagy csak én nem rögzítettem lábbal, és valahogy az ember kicsúszik fölül. Ugye ha már a kezét kivette, az én esetben már egy szabálytalan, ha nem kutatott rá a fejére, akkor nem is kell tovább erőködni, nehogy a bíró azt mondja, hogy ma te. Jó, akkor elengedtem, a szabad kezemet rárakom fölülről, az alsó lábát az kihúzom, és amit csináltunk a bemelegítésnél, hopp, áttekeredek részlős leszorítást. Ez már itt leszorítás. De nincs kedvem 20 másodpercig erőködni, könyökömet leteszem mellé, és innen szépen fölhúzom, picit, nem kell nagyon erőködni, és már akkor abban a pillanatban törik a karját. Még egyszer forduljunk. Elég, hogy nem az a lényeg. Tehát nem jár, tudja mindenki. Tehát megérkeztük ebbe a szituáció. Csuklója megvan, másik kéz megy alá. Rögzítem a karját. Innen elnyúlok, rögzítem az embert. Megfogom ruhával rögzítem szépen a csuklóját. Ő ügyeskedik, szépen kicsúsztatja, nem esett kétségbe. Ruhával átolja más falakkal, kívülre oda. A kar, ha tartani kell, akkor 20 másodperc szívot. Ha nem kell kapcsolni, akkor pedig változik is. 2 másodperc. Értető volt? Még már kezdett is, hogy jó. Jó. Tessék? Erre vagy mellett fogja? Elejét azt most vagyunk. Ismét a végére. Koncentrált át csukló. Másik kézzel karja alatt, tehát a lába felől. Nyúlok be alá. Innen húzom ki a ruhát. Rögzítem. Megvan a rögzítés. Ő kiszedi a karját. Innen letámasztok lábbal. Átjövök először, mint a fejből. Itt is meg lehet egyébként fogni. Tehát ha akarod, itt is meg lehet fogni. Ez így leszorítás. Innen a karját nem fogok kitörni. Tehát ez annyiból rosszabb, de leszorításnak már ez is teljesen tökéletes. Ha látványos győzelmet akarsz, Brown-átos a VB döntőbe, nem elégedett meg a leszorítással, tartozik és akar nyerni, tovább megy, és átviszom a kezem, és oda már átviszom. Hát akkor gyakorlás. Most már az elején védeni fogja az ember a technikát, és annak meg kell haladunk majd tovább. Én csinálni akarok egy szangot. De ő tudja nagyon jó, hogy ha innen kiveszi a fejét, akkor nem lesz szangot, tolja a térdemet, kijön gondol a feje, innen hiába erőködni, meg kellett visszarakni, de akkor időt vesztek. A másik lábam viszont ott van, akkor nem tétlenkedek, hanem hopp, összeakasztom. Fontos, hogy itt már összeakasztom. Innen gyorsan letörlöm elé, és az a kezem, amely közelebb van hozzá, bemegy hasa alatt, lehetőleg az övéig. Elnyomok, ennek majd a végén lesz jelentős. A lábamon össze van kulcsolva, innen egyszer előre bukfencet fogok csinálni, illetve nem is bukfencet, hasonlóan itt a burló esélyt a fejemet elfordulom oldalra, és innen hopp, lendítem az ember. Most itt a lényeg, hogy ezért nyúltam be újra, mert itt, ha nagy a lendület, akkor föl akar ülni. Gyere! És én már is vágom orba és nyomom vissza. Ha ugye fölül lenne a kezem, akkor szépen fölülne, és jaj, de szépen bukfenceztünk, 3 pont tornába, de judóban nem adnak érte pontot. Tehát, ha itt van, ugye egyrészt könyökkel is tudom rögzíteni, ha meg föl akar ülni, akkor csak egy nagyon finom mozdulattal könyökkel visszaküldöm a szőnyeget. A másik, ha ugye van olyan, aki megfogja a lábát is, meg lehet fogni, nem kötelező, de lehet a lábát is fogni. Még kiegészítésképpen, és itt ugye, akkor tudom feszíteni, ha így fogom, akkor ez egy tökéletes leszorítás. Nem is nagyon fog mozogni, hogy a kezem leszorul, de ha egy picit a csípővel ráfordulok, nem kell nagyon, picit fordítok rá, abban a pillanatban ugye kopogni fog az ember. Mert persze nem is annyira könnyeken, mint inkább a vállam, de ez mindegy, ezt nem kell állni a bírósnak. Mert ugye elmennek könnyen tizedetre feszítünk, de mindegy, bíró nem fekszik a szőnyegen, nem érzik. És már is megvan a partracítés. A hétvégén ki volt a Ferro csapatbajnokságban, az láthatta ezt a Zungvári Mikitől a döntőbe.
Nem emlékszel rá. Tehát ugye, elkezdett, ő ugye kivesz a fejét, így becsúsztatom, hogy a halálába, ami beledetlenül a talpulóban ez a halál csúszik, és akasztom össze, hogy ne tudjak össze az ember figyelni. Fordulok be, de ugyanabban az irányban nézek, mint ő. Fordulat után, menj be a kezem. Itt csak kell kimérni, tehát most nyilván nem edzésen, edzésen nem kell megölni a másikat, de ugye nem fogja beengedni. Fog, eltoltam, könyökkel állok a hely, és tudom benyúlni alá. Na most, ha a forgatás nem megy annyira, megyek, akkor akár még kézzel is rá dolgozok a lábam. Mert akkor még egy több testrészen van, amit tud segíteni. A Viki az ugye ráadásul szokta ezt, hogyha nem megy, akkor billeg előre hátra. Ez még ebben a helyzetben. Visszamegyik! Minden? Nem megy? Akkor addig kipárolni, hogy lehetőségek, hogy át tudja forgatni az ember. Nyilván nagyon erős a másikat, és jelen áll, akkor nem egyszerűen helyez. Ugye itt rögzítettem, ha fogom, állát. Fogom, nem fogom, nem? Én szükséglet, hogy én kicsit ráteszem a csípőt is rá is. Érted a dolog? De ezt úgy láttam, hogy már itt a kicsikorban is csinálták egy pár utat. Nem mutassák mindenki. Japánosztása? Igen. Japánosztása. Egyébként Hashi Katame, vagy valami ilyesmi. Japán. Ötször csinálni. No, már egyik, ami kedvéért csinálni. Tehát, lábközött értül eddig mindegyik olyan volt, ahol más szituációban indultunk, verseny ez viszonylag kevésbé fordul elő, ezt a technikát csak azért fogom mutatni, hogy mindenki lássuk, 600 millió változat van minden technikára, mert igazán mi volt, tényleg csak rajta múlik, fantáziát milyen, mennyire figyelsz oda, versenyen, elmész Európa kupára, elvetsz az első körbe, akkor be lehet ülni a büfébe, és enni a szendvicseket, meg inni a kólát, meg lehet nézni a többi mérkőzést, és ezek a rossz van. Mert lehet, hogy látszik, hogy föltartták neked egy megfogás valamit, és akkor egy kicsit lehet fejlődni. Tehát, fogom a két karját, zsebfogás, földön lehet, remélem. Először, hogy térdel csak rögzítem az ember, ne tudjon közelebb jönni. Innen, amelyik oldalra csinálni szeretném, azt a térdemet kiveszem, a másikkal rögzítem, ezt átemelem, és berakom ide, és visszaakasztom szépen. Látfejét. Innen dolgozik a lábam, kicsit tolom el magamtól, és fordulok be ide. Ugye a helyzet az hasonló, ugye Sangoku, itt a karján. Innen, legegyszerű, hopp, már is kitöröm a karját, kopog. Na most valószínűleg az ember az nem elégszik meg ebben, hogy jaj, de jó, kitörtek a karomat, menekülni akar. Igazán most sok lehetőség nincs, elindul előre. Én engedem, menjek, és megyek le. A lábam az ugyanúgy. Ott marad, keze megvan, fogom, rögzítem, és szépen csak rádulok egy kicsit. Ez a kezde teljesen rögzítő, a mellkassát tudom rögzíteni az oldalamban, és teljesen gyönyörű szép lesz szorítás. Ebből karfeszítés már innen nehezebb megcsinálni, meg lehet próbálni, de fölösleges szerintem elröködni, nehogy kicsúszom, inkább tartom kézzel, és fogom. Úgy bőlünk egy eszét. Tehát, hogy két lába fölött van, megfutom a két karját, térdel betámasztik ebben kezdet. Ez még egyedül maradik, emelem át a lábat, most már kezdem eltolni a másik oldalon. Ebben ugye visszaakasztottam az első lábat. Innen tolom tovább, és fordulok ide be, és már akasztom össze a lábat. Innen folytatom a karfeszítés, ha megy, menekül, akkor engedem, fordulok, de megyek én is szépen vele. Ez lényeges, hogy a karját azt rögzítem, mert ha kicsúszik, akkor gond van, de ezt ezért fogni kell. Itt már teljesen rögzítve van, könyök és megy van, rádőr, hozzájuk meg. És nyertem. Menni fog? Remélem.